Egy nagyon elgondolkodható film következik most a legnagyobb magyar rímkirályról, Romhányi Józsefről. Annyi minden eszembe jutott, amikor néztem Dézsi Zoli filmjét, a legfontosabb, hogy hogyan lehet az, hogy egy ilyen zsenit, egy ilyen csodálatosan embert, aki ennyire tudta forgatni, tekerni a magyar szavakat, életében nem ismerték el semmilyen díjjal. Halál előtt nagyon betegen, már maga tehetetlenül kapott egy érdemes művész elismerést, de Kossuth díjat soha, azóta sem, még posztumus se. Márciusban lenne 100 éves Romhányi József, hát ha valaki a mostani Kossuth díj bizottságból nézi a Heti Naplót. Mindjárt az elején mutatok valami olyat, amit egészen biztosan nem láttak még. Íme. Na jó, füzetet már láttak, de olyan füzetet, amelyben Romhányi József írta a Dr. Bubó szövegét, még biztosan nem. Márpedig ez egy ilyen füzet. Válasszunk ki egy jelenetet. A szereplők Ursula, a csőrmester és maga Bubó doktor. Romhányi betűi kisé nehezen olvashatóak, de az azért látszik az oldal tetején, hogy a Kakukk című epizód első jelenete ez. Most pedig nézzük meg, hogy milyen lett a szöveg a kész filmben. Kóstolja meg az új kisüstinket is, csőrmester úr. Tömény, kökény. Jöhet, úgyis bogyókúrám vagyok. Na Isten, Isten! Azt ismered, hogy jobb a kökény, mint a som. Ha csak lehet, ezt isom. Hát így verselt Romhányi a rímhányó. Meg így. Monoton üget a süppedő homokon, a sivatag lova, a tétova teve tova. Hátán rezegve mozog a rozog a kúp alakú púp. Azt hiszem, hogy ebből a pár másodpercből is világos, hogy Romhányi azt csinálta magyar nyelvvel, amit csak akart. Még egy példa erre, ugyanebből a versből. Tevék, ura, te tevél engem tevévé eleve. Te veled nem ér fel tevefej tétova beleje. Te terved veti a teveved elől tavad tavaly távol. Egy ország próbálta akkor megérteni, hogy mit is mondott pontosan a mester. Nagyjából arról van szó, hogy messze az oázis, hiába az oázás. Ez utóbbit már én tettem hozzá, azért rosszabb. Én olyan romhányista lettem. Egy dunaparti kávéházban találkoztam Harkányi Endrével, aki sok romhányi verset mondott már, sőt, ott lehetett annak idején a költő önálló estjén is színészként. Ahogy mondja, ezek a versek bármilyen könnyednek tűnnek is, nagyon mély gondolatokat hordoznak. Persze, ezt sokan nem is tudták, amikor hallgatták. Egyszerűen csak szerették a tétova tevét, az önéletrajzíró Bolhát, a szerelmes tehenet és a többi romhányi remeket. Azt a két vagy három verset, amit én megtanultam, kínos kínjában, az nekem nagyon jó volt, mert ha hívtak valahová fellépni, akkor mindig romhányi verset mondtam, mert és az biztos siker volt. Egyet ezek közül el is mondott nekünk. A Butának született Bagoly fiókáról szól. Íme egy rövid részlet. Apja nagyhírű egyetemi dékán, sokat bosszankodott Lüke Ivadékán. Hasztalan korholta, Magoly, fiam Bagoly. De hiába korholta, intette, költét ez csak untatta. Persze a Romhányi-Harkányi közös munka legismertebb gyümölcse a Mézga család, amelyet Romhányi írt, és amelyben a családfőnek Mézga Gézának Harkányi Endre adta a hangját. Na, nem akar beindulni? Kimerült az akku. Kimerült? Mitől merült ki? Egész ilyen állt és pihent. A figurákról, tehát rólunk rajzolták meg a filmet. Tehát nem úgy volt, hogy először fölvettük a szöveget, rajz nélkül, akkor még nem volt rajz, és a mi hangunk és az hangalakításunk után rajzolták meg a filmet. Úgyhogy ez egy fordított dolog volt. Na most ez azért volt könnyű, mármint financiálisan, mert egy részt azt egy fél órát föl lehetett venni, és utána rögtön lehetett menni a pénztárba. Mi most ne a vasárnap zárva tartó pénztárba menjünk el, hanem abba az 1937-ben épült budai Bauhaus stílusú villába, ahol Romhányi dolgozott. Itt nőtt fel, és itt él ma is egyetlen lánya, Ágnes. Ahogy mondja, gyerekkorában nagy család volt itt,
minden nap körbeülték ezt az étkező asztalt. Édesanyám 92 éves lesz decemberben, úgyhogy ebből a családból gyakorlatilag mi ketten maradtunk. És persze a rengeteg emlék. A téli kert, ahol Romhányi munka után leült pihenni és elmélkedni. A dolgozószoba a rengeteg könyvvel és kézirattal. Na és a fotók. Például ez a féltve őrzött, amelyen Ágnes édesapja nyakában ül. És megmaradt a szék, amelyet már gyermekkorában is használt. Két párna került a popsim alá, és ez volt az apu stabil helye, és ez valahogy szent is volt, hogy mindenki arra a helyre ül, ami nekik van jelölve. Amikor Ágnest arról kérdeztem, hogy milyen volt a kapcsolata az édesapjával, azt válaszolta, hogy nem akar közhelyeket mondani, inkább felolvassa azt a versét, amelyet az apjának az apjáról írt. Íme egy rövid részlet. És nem emel fel semmi se, úgy, mint a hámolmi se. Csak mondom, ezt szóltam temetéseden, érted szólt. Bár nem hallottad te sem, de arra intettél, hogy legyek józan. S most a megszokott hanyagpózban csücsörítesz. Jól van ez, jól van. Lehetetlen nem észrevenni a Romhányi örökséget, és ez nem véletlen. Ágnest ugyanis már pár éves korától tanította verselni az édesapja. Elkezdett egy mondatot, és a kislánynak rá kellett csapnia egy rímet. Bejött a dolog, ugyanis Ágnesnek eddig 14 könyve jelent már meg. De a Magyar Állami Operaház dramaturgiaként operákat is fordított már magyarra, szóval tovább folytatta apja munkásságát. Ágnes amúgy azt is elárulta, hogy a Rímhányó nevet maga a Romhányi választotta, mielőtt még más aggatta volna rá. De amúgy tényleg imádta a rímeket, amikor csak lehetett, használta is. Tudom meg a Romhányi életmű egyik kutatójától, Sall Endrétől. Nagyon érdekes, hogy a Bridge Élet nevű újságnak volt a felelős szerkesztője, imádta a kártyajátékot, és megesett, hogy egy olvasónak a kártya nyelvén és rímben válaszolt, ezt meg is találtam, föl is olvasom engedelmeddel. Agyam az ügyetlen ötletek ellepik, merítsek ötletet, de vajon miből? Talán megint lehet egy pohár likör. Tehát benne volt a pikk és a kör. Csodálatos. Tovább is tart, de szerintem nagyon izgalmas, hát ez rájellemző. Néha légbolond, egy kicsikét eredt, úgy a szürke gond kerül az én. És most ugorjunk be az egykori Mézga Aladárhoz, azaz Geszti Péterhez, akit nem csak ez a szerep köt Romhányihoz, hiszen sokan tartják őt a nagyelőtt szellemi örökösének. A következő kis dalszövege alapján, amelyet az 1001 éjszaka című dalműhöz írt, ezt nem is olyan nehéz belátni. Bajba vagy, ha zagyvatag vagy, agyba nagyba lagymatag, nyakadra csap a lanyha bambaság. De ugye ennek van egy ritmusa a dalban, ami így van, hogy bajba vagy, ha zagyvatag vagy, agyba nagyba lagymatag, nyakadra csap a lanyha bambaság. Ezen azért egy kicsit dolgoztam, de nem tartott olyan nagyon sokáig. Sokszor egyébként ennél sokkal kevésbé akrobatikusnak tűnő sorokon az ember sokkal inkább többet farag. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba. De vajon hogyan keletkeznek ezek a rímek, és egyáltalán ki alkalmas ezen versek megfaragására? Geszti szerint az, aki nem csak tehetséges, hanem szorgalmas és kitartó is, és persze, aki hagyja a gyermeki énjét kiteljesedni, még akkor is, ha infantilisnak mondják emiatt. Ilyen volt Romhányi, de ilyen ő is. Mai napig, hogyha hangpróbát kérnek tőlem a koncertjeimben, úgy kezdem, hogy MZ-Perix, jelentkezz, jelentkezz. Azt írják az észlények, hogy a részvények ára jó kerek. Ettől lesznek boldogok a brókerek. Sokan mondják, hogy a Flintstone család jobb magyarul, mint eredetiben. Maradjunk csak a címnél. Eredetiben ugye The Flintstones, vagyis Flintstone-ék. Romhányi fordításában viszont Frédi és Bénia, vagy a két kőkorszaki szaki. Ugye, hogy jobb? És ez még csak a cím. Mi nem ismerhetük annak idején itthon az amerikai átlag család életstílusát, amit egyébként kifigurázott eredetileg a Flintstones Amerikában. Ahogy Romhányi átültette,
az a magyarországi akkori kispolgári életnek a szókészletéből, kultúrájából táplálkozva, de ráadásul rímbe rakva hozta azt, amit az eredeti sokkal kevésbé tudott megcsinálni. Itt, ebben a szobában és ebben a fotelben született meg a magyar szöveg. Romhánynak nem csak verselnie kellett, hanem éppen olyan hosszú versikéket kellett faragnia, amilyen hosszan beszélnek a szereplők eredetiben. Mindezt akkor, amikor még nem létezett videókazetta, vagyis nem tudta visszanézni a jeleneteket. Bent a szinkron stúdióban levetítették neki az eredetit, otthon meg a jegyzeteiből dolgozhatott. A lánya azt mondja, hogy talán semmivel nem kínlódott ennyire, bár ez a végeredményen nem látszik. Sokkal könnyebb volt a Bubó vagy a Mézga, ahol a kép kitalálásánál ott lehetett Romhányi. Képet a Nep Jóskával, Ternovszkival együtt találták ki a figurákat, a sztori születésébe, és itt ugye sokat egyébként ugyanebben a szobában sokat ültek együtt, időnként én is bejöhettem. Sőt, nem ritkán ő volt az első szűrő, az egyszemélyes kontrollcsoport. Azt mondta az apu, hogy na most akkor van-e kedved időt hozzá, hogy hallgass egy kis mesét? És akkor azt mondtam, hogy hát persze, de hát alig vártam, mondanom sem kell. Az idősebb Romhányi felolvasta a szöveget, az ifjabb meg elmondta, hogy tetszik-e neki vagy nem. Ha nem tetszett vagy nem értette, akkor apja áthúzta, majd újraírta az adott sorokat. Így hallotta mindenki előtt a Hamupipőke című darabot Ágnes. Később azután rengetegen hallották és látták, hiszen a Vígszínházban sok évig nevettette a gyerekeket Harkányi Endre és a többi nagyszerű színész. Se nem kicsi, se nem nagy! Jézus, te a menyem vagy! Azt már kevesebben tudják, de Romhányi magyarította a Macskák című darabot is, amelyet lassan 40 éve játszanak a Madás Színházban. Egy kezemen meg tudnám számolni, hogy hány előadás élt meg itthon ennyi évadot. Különös, hogy az elismerések ezzel együtt elkerülték az író-költőt. Az első komolyabb interjú vele 30 éves pályafutása után született, tehát szerintem ez méltatlan, és ami egészen döbbenetes, ő ugye súlyos beteg lett, és 83-ban hunyt el, és mivel már amikor a utolsó stádiumban volt a betegsége, a kollégák akkor jöttek rá, akkor döbbentek rá arra, hogy hát semmit nem kapott, semmifajta elismerést, és akkor kijárták, hogy érdemes művész legyen. Apa már többször gondolta, hogy na azt mondja, idén megkapom a Kossuth-díjat. Romhányi Ágnes azt mondja, hogy ez a bizonyos elismerés nélküliség bántotta az édesapját, és ezen nem változtatott a kései érdemes művészi cím sem. Talán azért volt ez így, mert az apja nem drámai műveket akart írni. A humorosabb, szórakoztatóbb, akármennyire mély tartalmú dolog, az valahogy mindig a perifériára szorult. Nem tudom, hogy ez miért van így. Apám a halálos ágyán kapta meg az érdemes művész címet, úgyhogy már azt se tudta, hogy mit kap. Ennyi. És ez azt hiszem, hogy tényleg egy rossz történet. Ráadásul még halála után sem igazán jött rá az akkori kultúrhatalom, hogy kit vesztett. Íme a Népszabadság címlapja Romhányi halálának másnapján. Megtudhatjuk, hogy nagy gyűlést tartottak a győzelem napján, illetve hogy Szíria elutasítja az izraeli-libanoni békemegállapodást. A 8. oldalon a rövid hírek között találtam meg Romhányi igencsak kurtára sikeredett méltatását. A temetésével sem foglalkoztak sokat. A címlapon Mugabe elnök meg a szandinisták sikeres tisztogató akciója. A 8. oldalon pedig nyúlfarknyi beszámoló közvetlenül amellett a hír mellett, amely szerint Tardosbányán éti csigákat fognak nevelni exportra. Hát nehéz ehhez mit hozzáfűzni, de ne búcsúzzunk el ilyen rossz kedvel Romhányitól. Márciusban lesz ugyanis a 100. születésnapja, és akkor talán, legalább utólag megkapja majd azt az elismerést, amit megérdemel. A Magyar Posta már készül. Lesz Romhányi bélyeg. Kezdetnek nem rossz. A Romhányi József téli kertjének medencéjében ülök most, ebben most nincs víz, mert hogy mostanában telente virágokat őriznek itt. Viszont annak idején volt benne víz, a vízben pedig volt két aranyhal. Nem fogják kitalálni, hogy hogy hívták őket, de segítek. Az egyiket Frédinek, a másikat meg Béninek. A Heti Naplóban Eldési Zoltán riportját látták.
Szerintem kitaláltuk volna, hogy Frédi és Béni. Egyébként egy időben volt arról szó, hogy készítenek egy élőszereplős Flintstone filmet Csákányi Lászlóval, Márkus Lászlóval, Sota Irénnel és Váradi Hédivel, vagyis a legendás szinkronhangokkal, de aztán elvetették az ötletet, szerintem azért, mert Romhányi nélkül nem lehetett volna Romhányi szövegeket írni a színészeknek, ugye belőle csak egy volt.